Now on your troubles will be miles away. Üdvözlünk mindenkit hatalmas szeretettel, ez itt a Stranded Deep, a számkivetett első része. Akik itt vannak velem, Izzy és Ábel, sziasztok! Halihó! Na akkor, ahogy megígértük, játsszuk ezt a játékot. Sajnos ebben a játékban nincsen kóp, mint a Forestben, ezért hárman fogunk játszani egyszerre, single playerben. Jó, hát én csak egy grafikát ezért mutatok nektek, hogy nagy miért még valaki megkérdezni, mi hogy van beállítva. Jó, és akkor azt mondja, hogy my game, pontos ével. My? És akkor new game. Az a vicc, hogy a víz az csak médiumon van, de így is olyan... Mondd, hogy szép amúgy. Nagyon gyönyörű a víz amúgy, já. Át lehet tekerni itt az elejét, gyerekek, itt a... Jó, hát én azt átléptettem teljesen már. Mit áttekerni? Hát ezt a repülőset, azt át lehet léptetni, ugye? Ja, nekem az be se dobta. Nekem már nem dobja be, mert megcsináltam. Aha. Az nice. Oh, fame. Na, szóval nem kérnek ezt a... itt vagyok én is. Nem kérnek te ezt a játékot szerintem bemutatni. Ismeritek már ti is szerintem, jó sokan. Na jó. Tök jó, hogy egy bottal a kezembe úszkálok. Az a helyzet, hogy halk a játék, szóval én adok rá audio. Egyébként azt mondjuk már egyszerűen az elején, hogy lehet, hogy sokan láttatok videót ugye Patriknál erről a játékról, meg úgy amúgy előtte. Nem olyan nagyon régen került be ez a jelenlegi kinézet a játékba, a rendes játékba. Úgyhogy azért ilyen furcsa ahhoz képest, amit előtte láttatok. Őj, maxon van minden is ilyen halk. Na. Jaj, hát nem tudom, ez a játék most kivételesen tényleg halk. Na. Szóval gyerekek, mit fogunk csinálni ezekben a Stranded Deep részekben? Túlélünk persze csak külön, és azért jó, hogy itt vagyunk ennyien, mert tudunk egymásnak segíteni. Például én nagyon hülye vagyok ezzel a játékos, szóval ezekben a részekben elég sokszor fog majd kérdezni Izzy-től. Jó. Jaja. Meg Ábel-től is, mert ő is nagyon sokat játszott vele, és ért is hozzá. Ja, csak régen volt már, de ja. Menni, jó, kijöttem ide egy szigetre, Izzy, most itt lootolgatok nagyba. Izzy, a kést azt kíméljem? Azt nem. A kést azt inkább kíméld, mert fogyó tényező és nem minden és akkor mivel vágjam ki a tuját, ami ezt kell? Na Izzy! Nem kell kivágni azt semmit, meg. Szedjél fát a matról. Ilyen. De a lyukkát azt ki kell vágni. Igen, jó. A lyukkát azt kivághatod azt vele, az nem fogja nagyon rongálni. Én kést lehetőleg arra hagyd meg, hogyha esetleg megtámad egy száp, akkor tudja védekezni, de amúgy értemes csinálni gyors egy baltát. Aha. Mert az ugye pótolható eszköz. Hogy kell craftolni baltát, segítetek? C betűt kell megnyomnod. Aha, itt van, azt mondja, hogy axe, igen. És ott vagy. És kell egy kő. Jó, akkor nekünk kell egy kő. Egy kő, egy pot, meg egy gyukka kell. Na szóval, skacok, tulajdonképpen... Kell egy axe. Ja, ahogy a C betű az a googolás is. Tehát igen. Ugye azért az a számkivetett, ugye tulajdonképpen aki látta a számkivetett című filmet, az tudja, hogy hát ez egy ilyen számkivetett szimulátor, nem izé? Ott is van. Igen, lényegében az is az alapja, és nagyon sok easter egg is van benne, például a FedEx-es cuccok, ami D-Dex, illetve van benne Wilson is, hogyha megtalálod. Na, Izzy, Wilson, hogy kellett tenni a baltát? Most rámentem, hogy craft, és akkor itt látom magam előtt így halvány, hát hogy kellett tenni? Nyomj egy balegérgombot, Aha, köszönöm szépen. Ja. Király, és gyerekek, király! Meg is van, nagyon jó. Igazából nem kéne mindent eldobálni, csak én így szoktam meg, hogy így craftolok. Na gyerekek, mit érdemes gyűjteni, mit lehet tenni, hova menjek, nem tudom, hogy mondjuk, nem hiszem, hogy ugyanaz a világunk. Először is érdemes kókuszdiót gyűjteni. Hát, én nem tudom, én... Ez az. Az elején van egy kis vized, azt meg tudod inni, meg... Igen. Igazából vigyázz, az inkább minden spórol. Szigeten van egy-egy lyukka, akár kettő is. Azokat ami van, ami két-három naponta ki tudod vágni. Nem, hát a lyukkából van ugye most a kötelet. Most, szóval mi ez már? Azt akarom mondani, hogy kókuszdió kell, és pálmafán van, nem? Pálmafán, ott van fel. Pálmafára szépen. Ott van fönn egy. Óvatosan lenes. Ló, van egy pálmafá, amit nem lehet kivágni. Nem lehet kivágni valamiért a fákat, ez el van egyáltalán cseszne. Nem lehet már vágni, a hordalékból kell dolgozni. Hát szerintem nem mi más, van? Szerintem a csak ideiglenes. Kell. Nem, már nem lehet kivágni. Ideiglenes, de amúgy de az a jó, hogy került be csomó alapanyag, úgyhogy a hordalékfától kezdve az alap ilyen törmelék deszkákat, meg a févet, meg minden szart fel tudsz használni építkezésre. Vannak ilyen vászondarabok elszórva, azokból is lehet építeni például falat. Igen, fémhulladékból is lehet, meg mindenből, tehát én ezt nagyon jó pofának tartom.
Most érzek, itt van itt ilyen hordalékfa, ezt szétütöttem, most szétestek, és akkor még lehet ütni, hogy kisebb legyen. Igen, és azokból kifaragcsál egy-egy ilyen hordalékfának a darabjából kifarag egy-egy... Ilyen stickeket! Aha! Van, és a stickekből tudsz ugye egyrészt háznak alapot építeni, abból tudsz tüzet rakni. C-betű. Egy tahordalékfa. Én azt mondom, hogy előbb csinálj egy tüzet, meg szerez egy kis kaját, hogy építkezés közben a haj majd éhen. Jó. Ja igen, okay. F-et, hogyha megnyomod, előveszi az órát, és balegérgombbal meglátod, hogy mennyire éhes, szomjas, vagy éppen mennyi a HP-d. Jó, oké, okay, ja. köszi. Jó. Bár, na, akkor építjünk tüzet C-betűvel. A melyiket építek, Campfire, vagy a Campfire Pit-et? Hát sima Campfire, nem? Körülveheted kövekkel is, ha akarod, bár az eléggé pocskolás, viszont... Jó, hogyha... most kell meggyújtani. Öngyújtó. Ott van nálad az öngyújtó. Itt van, és akkor oda meg... Aha, megvan, oké. Okay. Jó, van tábortüzem, és... na, figyelj, skacok, na! Szóval én most tényleg bélem vagyok ebben a játékban. Mit lehet kajálni? Kókuszdiót például, vagy pedig találsz rákokat mindenfelé. Azokat kell megsütni, de fontos, hogy süss meg. Jó, de C-betűvel egyre hülye kukolás is. És a legjobb, ezt nem mondtam, ez nem tudom, hogy most hogy van, vagy mint, vagy hogy került be, vagy miként. De csinálj magadnak egy lángyát, és szúrj magadnak pár halat a vízben. Ja. Meg lehet enni nyersen. Tényleg, hogy kell lángyát csinálni, nézzük? Ott, ahol az átlat fogsz egy követ, és elkezded ütni, mint az állat, üssed. Ja, igen. Üss szét a követ, és akkor lesz belőle ilyen kiskő, ilyen kihegyezett kiskő. Öt, oké. Igen, és én meg csinálok magamnak egy ilyen kétszobás lakot. De... Nem éri el. De nem baj, elég, hogyha ránézel és ütöd meg az állat. Megvan. Megvan. Jó, és akkor igen, és akkor most? Fogsz egy botot, meg egy kötelet mellé, és bemész ugye a craft... Itt van lánzsa, itt van craft, köszi. Na, és kacsak az a lényeg, hogy olyan hülyén csinálták meg, hogy a... A googolás és a C betű, tehát én nem tudom, hogy ezt így hogy de lehet megcsinálni. De ki tudod venni a bindot? Ki tudod venni a bindot? Nálam például kontrollom van a googolás. Input, igen, és igen, akkor... Igen, input, és ott van a crouch. Ja. Azt tedd rá mondjuk a kontrollra. Igen, hát én is azt használom, igen. Jó, ja. Oké, okay, király. Na, oké, okay, van lángyánk, na most elővesszük. És egyébként még annyit, hogy mondjak el a számkivetett filmről, hogy életem egyik kedvenc filmje az a film, aki még nem látta, nézze meg, Tom Hanks játszik benne, és fú, hát azért azon a filmen azért én is sírtam, bevallom. Na! És most mindenki beszélnek fog hinni. Na a lényeg! Dehogy is! Aki beszélnek hisz, jól megvered. Persze, az biztos. Amúgy nagyon jó film, tényleg. De tehát az a film, az epic az. Tehát ahhoz hasonló filmet én azóta se láttam olyat, ami tényleg jól lett volna. Wilson, meg mit tudom én, ott túléli. Anyádat, hogy kell lebökni a halat? Sima balegérgomb. Lebögtem a halat! Hu-hu-hu! Én gyújtottam tüzet! Én gyújtottam! Tomó nyerte a késkört. Oké, nyertem a késkört, hogy kell megkölni, mert most ott van jelen pillanatban a végén. Megnyomod meg még egyszer a balegér gombot, és akkor leveszi róla. Ja. És akkor bekerült az inventoryba, és akkor arra kell váltani, és akkor balegér gombot. Lul, ez valami szardínia, és akkor rákattintok, és akkor meg lehet enni, ugye? Babella, igen. A szardellát aztán azt meg se tudod sütni. Nem lehet egy hát ez a szardella, csak a rákra jó. Szar. Na jó, most mi nem eszünk már még igazából, úgy vagyunk, hogy az éjségünk még csak egyet ment le. Horgászunk egy picikét, gyerekek, jó? Igen, most szigetekre én nem fogok elmenni, ugyanis itt fogok egy... Nem tudom, ez igazából, ez szerintem ez egy ilyen valamilyen középső sziget lehet. Mindegy, aha. Most az a lényeg, hogy most itt fogok maradni, és akkor itt lootogatunk, vadászunk, meg mit, nem ilyen. Úgy, én majd átmegyek idővel a másik. Skacok, én azt mondom, várom, hogy ebben a játékban legyen multi, ha meg nem lesz skacok, akkor meg ilyen részekre számíthattok, hogy itt többen játszunk együtt single-be, mert én igazából egyedül nem szívesen, meg hát nem is tudom mit, hogy kell, szóval jó, hogy itt vannak a többiek. Na ez igen, azt a mindenét. Amit láttok, nincsen a karakterének árnyéka, csak a botunknak, ezzel ne foglalkozzatok, ez... Ja, jó, jó, skacok, én megyek vadászni még kicsit halra. Ez jó az a játék, fura... gyerekek, jó ez. Nagyon szép is ráadásul. Egyébként tényleg az evezés az egy olyan dolog, hogy számíts rá, evezel egy idő után borzasztó, így össze-vissza hullámzik. Ja igen, vedd le a hullámzás nullára, megvan. De még úgyis rossz lesz. Hú, borzasztó. Megvan a halunk. Én is mindjárt megyek. Nálam is. Csináltam egy ilyen halcsapdát, de nekem esküszöm nem működik. Tehát ott úsznak át rajta is, és kerülbelül le se szar. Megvan még egy hal, gyerekek. Azt, aminét olyan túl jöttem, hogy Beregrisz az... Mindjárt jön az éjszaka, még várják.
Én még annyit erről a videókról is kacok, hogy itt csak szóval 30 FPS-es videók lesznek ezek a Stranded Deep-ek már. Gondolkodtam, hogy lehetne 60-ba, csak 60-ba, csak hát na, most igazából. Hát az messze van, nem 60. Ja, ami igen, igen, hát az meg a másik, az nem meg a másik, tudom, ez messze van, persze. Körzet száma. Úgyhogy most szerintem ezt nem muszáj 60-ba, ez szerintem így is élvezhető, meg hát akkor legalább akkor többen tudják így nézni. Ibiza. Na a lényeg... Igen, és most már nem egy sziget van, hanem egy sziget csoportokról vagyunk. Igen, sziget csoport. Na jó, figyús kacokén legyen az. Na, gyerekek, építenék házat. Akkor kraftolok egy ilyen házalapot, ami tulajdonképpen ez a foundation, ugye? Igen. Vagy floor. Foundation vagy floor? Foundation. Floor az szoktam. A tető, illetve az emele. Aha, azt írja nekem, hogy stickből 4x8, az azt jelenti, hogy 4 van a 8-ból? Aha. De várjál, ezt nem értem. Tehát, hogy... Aha. Pirosan jelzi meg kéken. Ha kék, akkor még nincs elég stickem? A kék, akkor már le tudod rakni. Hova rakjon meg gyerekek? Várjátok a piros az kicsit. Azt jelenti, hogy mi valami beleütközik, vagy nem tudod oda. Jó helyet találtam. Oké, és kacok letettem, és akkor most mit kell csinálnom? A foundation után? Izi. De izi az a baj, hogy túlságosan a földbe lett mélyeztve. Ahogy azt tudod állítani a magasságot. Hogy? Még az elején, de azt de ezt már így letettem. Gyűjtsek stickeket? Várjál, csinálok már ágyat. Jó, akkor ez így marad végül is itt igazából, ebben a játékban nincsen ellenség kivéve az állatokat, tehát itt senki nem fog minket megtámadni. Jó, izi, hogy kell akkor, és akkor fogom, és akkor rá akkor kell tennem ezt a... Jó, itt van, hogy wall, aha. Aha, és akkor... Én össze-vissza falakat csinálok. Foundation vagy stick. Hát én arra megy, ja, oké, így, aha. És akkor lehet ilyen falakat, de király. Én beleépítem egy kicsit a vízbe a házat. De jó! Jó ötlet, de én az arra majd nem is. Hát ez nagyon kér, rájövök én is. Be lehet húzni egészen a vízig. Jó, kell hát nekünk... Hát jó, arra rájöttem volna, na mindegy, nekem így is jó. Jó, 4 darab stickre van szükségünk, amit itt szerintem menjünk és keresünk, egy stick. Nekem direkt ilyen csöves házam lett, megint ilyen... Csöves? De tényleg ilyen direkt ilyen össze-vissza alapanyagból, ja. Nem tudod, hogy ilyen jó csöves. Megy le a nap, gyerekek, olyan szép ez a játék. Gyönyör, opa, egy kicsit villogott a kép, ezen ne törődjetek. Igen, ilyen grafikai bugokkal számolni kell, sajnos. Ott ahol, gyerekek, kiégek. Ja igen, a 80%-on van a fov. Azért lehet kicsit ilyen halszám, mert az 90-en már nem akartam tenni, mert... Na jó, most stickeket kéne gyűjtenem még. Gyors megnézem itt a... hogy megy... Hát igazából még nem... Nem vagyok szomnyos meg semmi. Igen, ez nem tudom, hogy minek reflektor, úgyhogy le is kapcsolom. Na jó, én azt mondom, hogy üssük szét ezeket a fákat. És akkor innen is szerintem szedhetünk ki majd sticket. Ja, én is most megyek szét. Az a baj, ezekben túl sokat kell ütni, nem? Vagy nem? Hát a való életben is azért eléggé ütnéd, úgyhogy nem annyira... Jó, hát én kifaragok bármiből, bármit engem tudod azért. Engem az zavar, hogy nagyon sok mindenek például nincsen hangja. Ketté próbálsz ütni egy követ, aznak például semmi hangja, régen sőt volt olyan, mintha nem is interaktolnál semmit. Régen volt, és elmentettek sajnos. Tehát, hogy volt hang, aha. Uh-huh. Hát, nagyon... nem is tudom, pont erről beszéltünk Patrikkal is, mert hogy vele kezdtünk játszani anno. És... pont arról beszéltünk, hogy egy hihetetlen még kevesen dolgoznak rajta, és egy csomó mindent, ami régen jól működött, elrontottak. Sajnos. Ez én két bajnálatos lesz. Ez ilyen. Tehát... átjel. Remetek dolgoznak a játékon, meg ígértek egyébként kópot is, tehát még az is lehet, hogy majd... Ó, de jó lenne, gyerekek! Kópozunk, az milyen jó lenne, nagyon élvezni. Építeni egy jó nagy ilyen tengerparti házat, újra adná. Nagyon jól néz ki megint itt a hold is. Megint elküldenénk szigetekre húsra. Ó, az biztos! Izi lenne. Meg építkeznénk. Jó, gyerekek, tudjátok, hogy... szeretek mászkálni. Figyú! Kacok, tettem, most figyú, három falam van meg, tudok rá ajtót csinálni, vagy inkább az utolsó falat be se rakjam? Figyú, minél nagyobbra csináld, mert be kéne férni egy ágynak is. Ne szórakozz, én csak egy ilyen alapot tettem ne, le. Nem mondod, ne, hát de és azt vettem csinálni. Körül akkor, mint egy kis bódé. Figyú, csináld el alapot, amit, ahogy én csináltam, hogy... Kettő alap egymás mellé, aztán egy ilyen L alakot megcsináltam, és akkor be tudtam rakni. Lol. Nem baj, nem baj, nem zártam még le. Majd kiprintelem, hogy én például, hogy építettem, meg szerintem te is printeld majd, és akkor hátra tud majd Tomo is ilyen ötletet. Jó, itt egy rohadt szikla pont, izi.
Ooooooo! Oh, figyelj, izi, ki tudok bontani falat? Nem tudom. Szét tudod verni szerintem, próbáld meg. Próbáljuk már ki, mert én is rossz helyre raktam egy falat. Jó, nem lehet. Az GG. Na hát ennyi, figyelj. Nem baj, mert nekem ez itt egy raktárrész lesz. Ooooooo, hát gyerekek, ebből... Csinálj belőle raktárat, az lesz a raktárat. Figyelj, nekem van raktárhelyiségem, külön. Illetve hozzá van csatolva a házhoz, mert direkt baj, csináltam. Sötét van és most rohadt nehéz így keresni így az előtt a... Hol... Én rögtön az első pillanatban találtam is mindent, várja. Én sok mindent találtam, csak... Hol a campfire? Miért aludt el? Hol? Ja, ha, hülye vagyok, ezt hát csak ide. Leégett a fa gyerekek, hát. Hát, és az a baj, hogy ezt nem is tudod újra meggyújtani. Igen, az újat kell igen, tenni. Jó, négy darab stickkel hozzá a gyerekek, hát akkor majd mindjárt. Egyébként bele fog jönni ebbe a játékba, ne aggódjatok. Szerintem ezt most hagyjuk. Úgy, hogy sok nyersanyagot, hogy ja, itt van mondjuk, ha jó van. Há, lenn is van, ló, itt van fa. A vízbe. Na, csapjuk szét. Mindig X-szel akarom eldobni, pedig nem ajaj, az. Kéne csináljak tüzet, hogy meg tudjam sütni a krumplit. Izi a krumpli is, ha megsül, akkor itt csenget? Nem sütöttem krumplit igazából, mert nálam valamiért még, illetve de egyet sütöttem és igyekezett tőle hányni, tehát valami van a krumplival. Nálam egyszerűen lehetetlen megsütni. No. Akkor lehet, hogy nem. Pedig tudja, hogy átsült, mert nem hallottam a csengetését, de ott volt sokáig és kúkednek írta. Tehát nekem az fontos volt, hogy ilyen legyen. És legalább lehet menteni most a játék valami. Nem egy rossz dolog. Nem, ezt most hagyjuk és akkor... Na jó, én most szerzek egy csomó fát, és szerintem azt megépítem ilyen tárolónak, azt a kicsit, és akkor mellé építek. De figyelj, kacok is, hogy lehet rá ajtót, meg tetőt? A fasz. A flóra tető? Flóra tető gyakorlatilag, ugye már én ott, jaj, akkor az odébb van a másik menüben, jó van? Mindjárt rájövök én gyerekek, csak el nem játszottam én ezzel a játékkal. Olyan, mintha ugyanoda költöztem volna. Na. Úgyhogy, mondom, ebben a játékból több rész várható. Menteni tényleg lehet, szóval elveszni. Nem tudjuk egyébként, hogy mennyi potencia van benne az a helyzet. Jó, hát szerintem annyi rész nem lesz, mint a Forest, tehát készítek fél, 10 rész nem is szóval nagyon van benne az a helyzet. Hát én múltkor eltévedtem, az kihívás volt. De én állandóan eltévedek, még Forest is elszoktam. Én azt csináltam, hogy mindig úgy mentem szigetről szigetre, hogy beállítottam a csónakot egy irányba, és az mutatta mindig, hogy honnan jöttem. Jaja, én is úgy próbáltam, csak aztán elsodródtam éjszaka, mert jött egy jó, csináljuk azt, hogy aha, itt vannak, aha. Én akkor csináltam azt, hogy megálltam a vízen. Ja, itt van egy floor, aha. És mi lenne akkor, ha? Értem. Jó, itt lehet változtatni, milyen legyen. Ó, gyerekek, hát ez... Igen, van többféle alap. De lehet egymást driftwoodot és wood foundation tenni? Nem zavar a kettő? Nem, nem. Ilyen, én direkt úgy csinálom, hogy ilyen igaz, ilyen csöves módon nézzen ki, tudod, ilyen. Jó. Látsza, hogy tényleg ilyen mindenféle szarból van. Ízíten, ízére ízéret csinálod? Én ellalakúra? Azt mondod, hogy az jó? Hát én annak idején arra csináltam. És ízé, egymás fogom. Mellett két ilyen alap az már elég egy háznak? Hát, figyelj, nekem most négy van egymás mellett, plusz egy a terasznak, úgymond. Hát ez inkább ilyen raktárszerűség, tetőnél. Jó, akkor én négyet fogok letenni, mint hogy hát igazából egy négyzetet fogok. Igen, 6x6-osat csinálok. LOL 6x6, na nem rossz szába, nem rossz. Na jó, létre fog jönni ez a ház, csak az a baj, hogy itt az elején nagyon elrontottam, én igazából nem egy házat kezdtem építeni, hanem egy budit, tehát... Nem rossz GameZone, nem rossz, csak... Csak lehetne jó is. Hát lehetne, igen. Megpróbálom ide fölrakni. Volt itt is van még egy kis stick. Na, úgyhogy álljál is. Viszont éjjel is nagyon szép a játék, hihetetlen. Az a hihetetlen, hogy nem bírok egyszerűen. Felrakni valamit a tetőre. Hol nézem a baltám? Hát igen, az a meg kicsit már... Majdnem. Kapta ott a... Hát, könnyed tudsz újat csinálni. Dolgokat. Nem. Állítjuk meg. Á, mindegy, na. Hozok valamit. Üssük, oké, megvan. Ah, pont jó leszel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha, 10 ütés kell. Én kivágok pár fát ezen. Hát de jó melegebb volt a gyűjtögetni. Ja, most minden szigetcsoporthoz jár egy vagy több ilyen gyűjthető cucc. Tehát ilyen extra, jó, így a zavarban elrejtve, vagy hajón.
különböző hajlók. Na izi, akkor, akkor most az egy kockány, akkor ez megmaradt, tehát tényleg ilyen ilyen... hogy kis mondjam, ilyen ja, kis tárolónak akkor. Miért ne? Nekem van kis tárolónak. Na jó, gyerekek, és akkor most figyú, úgy csináljam, hogy akkor az ajtó tulajdonképpen az nem más, mint egy kihagyott fal. Aha. Ja. Miért nem tudom fölrakni a létrát? Pedig a floorhoz csatlakozik. Ó, basszus, ez nem lehet hozzátenni ezt a falat. Hozzá lehet tenni? Aha, nem, nem, nem lehet. Jó, akkor legyen az, hogy... De hozzá lehet tenni. Egészség. Köszönöm. Jó. Nem akarja bevenni. Értem. Megvan. Ezt akkor a másikat. Jó. Nagyon jó. Király, királyok vagyunk. Technikából kettes voltam. Mondjuk ez most már azért nem látszik meg. Jó lesz ez a ház. Na. Na jó, eldobáltam mindent, nem, ami nem kell. Még nap, jó, még messze van gyerekek, itt még túl kell léni. És itt tudjátok mi a legdurvább ezen a szigeten, hogyha kis odrosz mi a legdurvább, amit ő meghalsz? A szomjúság meg körbe vagy véve csomó vízzel, de azt nem ijatod meg, tehát azért... Ja. Igen. Jó, mondjuk azért a cápák se túl jók. Hát, igen, azok se. Jó, hát én minden cápát szétverekedem. Elég cápát elintéztem én már. Yeah. Ugye ízi? Aha. Aj, nem igaz. Aj, jön fel a nap, de gyönyörű. Gyere na már. Jó, kéne nekem stick gyerekek, mert az a helyzet, hogy itt elfogyott. Elfogyott a stick. Az a bajom, hogy a cápát például nem is lehet megölni szerintem. Izi. Mert nekem még nem jött össze. Ilyenkor most menjek át másik szigetre, mert az a baj, feldolgoztam minden fát, ami itt van. Hát, ki tudod vágni még a fákat, amik ott vannak, de... De nem bírom kivágni, izi, nem bírom. Meg a pilleket, amik ott voltak, tudod, ez a szükségfa. Pálmákat nem tudja kivágni, én sem. Jó, ez nem tudom ki, elfogyott minden fa gyerekek, itt nem tudom folytatni a szép. Akkor menj tovább. Na jó, gyerekek, akkor legyen az, hogy menjünk át egy másik szigetre. Előveszünk az evezőt. Amúgy a kicsi vékony fákat ki tudod ütni? Ne, valaki rám én streamen is megállt a gameplayem. Nem hiszem el. Pillanat akkor lehet. Rendben. Remélem nem veszett el. Ne már, megállt a játék. Actionnel veszel? Ja. Jaja, jaja, reméltek, az a másik. Az a baj, hogy azt meg kéne állítanom, vagy ki kéne crasheltetni. Lehet, hogy nekem elveszett az egész. De ki az a drágalátos, picin bogár, aki ilyenkor tud rám írni, ha. De komolyan. Jó, hát ő nem tudja, hogy... Jó, én most tiltottam le ezt a gyereket. Ahogy én voltam. Micsoda? Nem te voltál. Jó, de hát ott is egy sziget. Na jó, legyen az, hogy... Nem, menjünk át, ott több a cucc. Van közel sok sziget. Nagyon közel vannak most már szigetek, nem úgy, mint régen. Nem hiszem el, gyerekek. Hát ez most lehet, hogy nem maradt meg. Régen de nagyon jó. Sokat kellett menni A-ból B-be. Ja, néztem én is videókat. De amúgy te hogy ilyen gyorsan földolgozta az összes fát? Hát nálam annyi van. Hát nem, hát ugye az a baj, elrontottam ott, mert tudod, ott volt ez a cucc, és én ezt feleslegesen építettem, mert jó, gyerekek, csak egy baj van, hogy nem bírtam elmenteni, mert lefagyott a játék. Úgyhogy én most kezdhetem újra ezt a barátot, mert így tiltottam le. Hát ez így jó, kezdem előről, gyerekek, bocsi. Hát jó, mondjuk nem tudhatta szerintem, hogy ez egy gameplay-zel tudod, hát. De tudhattam, és direkt mondtam neki, hogy ne írjon, amikor az action-t látja elől. Na mindegy, most már nem lesz vele gond. Hát ez az. Most már... De jó, nem hiszem el. Tényleg az lesz, leírtok mindenkit a Steamről, addig lesznek fölvéve, amíg videó van, de komolyan. Nem tudom, érdekes amúgy, hogy kifogyasztja a játékot. Ja. De csak ez, semmi más. Szerintem ott az action-nél is izé lehet, tudod. Nem. Nem, az action megtartott. Az action nem szereti szerintem a játékot. Igen, tehát az action az nem. Nem. Oppá, baj van, az előző mentésemet töltötte be. Ló, mi van ott a vízen? Valami ott van rajta, gyerekek. Mi az ott? Ja, a konténer, csak nem töltötte be, jó van. Meg amúgy lesz ilyen sok vize, ilyen hajót. Roncs és azokon vannak nagyon érdekes dolgok, például hogyha igen. Gyűjtögetsz, tudsz összeszerelni motorcsónakot. Mi a... Kajak. Uh-huh. Motorcsónak az egyik legfontosabb, de az benne a poén, hogy én hiába raktam össze mindent hozzá, nekem nem engedte. Na, vissza is tértem, mentés elveszett, indítsunk előről. Jó.
az a poén, hogy tudom, hogy hol voltam, ugyanaz a sziget és minden. A figyú újra termelődik a stick a szigeten, mert kit, hogyha visszamegy, azt már ott lesz egy csomó. Hát a pillek megjelenhetnek. Mert ugye ez ilyen hordalék. Gyere, gyere hozzá, na. Lol, az egyik úgy elrepült. Jó, ja, okay. Figyelsz egyébként, a fáról föl lemászkálsz, el ne törd valamit, igen. Aztán utána sántik el egy darabig a karakter. Ja. Igen, meg ilyen vörös foltok jelennek meg. De a víz nagyon szép, gyerekek, amúgy nem így nézett ki a játék az elején. Ez csak médium. Ja, hát igen, 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 hát ez majd lesz. Sokat elezel, bebagol egyébként. Micsoda? A víz. De, igen. Hogy? Uh-huh. Ma meglátod. Meglátod. Bebagol. Ah, nem uh-huh. Kicsit. Na, hát meglátjuk, ott most már épül a házam, gyerekek. Na jó, akkor még gyorsan elmondom itt a népezetnek, hogy ne haragudjanak, a videó nálam elég furcsa, kétszer van elkezdve, ez azért van, mert rám írt valaki Steamen, és kifagytam egy az egybe. Úgyhogy előről kezdtem. Úgyhogy ugyanaz a sziget, ugyanaz a házépítés, meg minden folytatódik, bocsi. Na jó, gyerekek. Építünk volt. Volt? Vagy nincs? Na, fesztivál? Aha. Mindjárt, csak nem tudom, hogy kell rakni a... Várjál? Aha, így. Jó. Én most mindent összeszedek a szigeten, ami csak van, és gyorsan építkezek. Jó. És... jó, hát én szerintem itt ilyen úgy csináltam, hogy mind két oldalról lehet bejönni, szóval... Ez király, így jó, oké. És akkor most csinálunk tetőt. Milyen tető van? Van ilyen tető? Van ilyen tető... Aha. Meg van pihentető. Hizitlő mindjárt lesz kapva. Jó. Ah! Magamra csuktam az wood arra. Floor. A tökéletes tető, de átesik rajta az eső. Szóval igazából mi mindent. Mindegy. Jó, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nézzünk fát itt. Hát, ha már újra termelődött itt valami. Mi az, hogy tele vagyok? Nem termelődött itt semmi, újra nézzük meg. Mi van nálunk? Na. Hogy ilyesek vagyunk-e? Aha, ó, ja. Na, akkor vagyunk elő egy ilyen halacskát, azt akkor... Hoppá, véletlenül kettőt tettem meg a francba. Nem baj. Jaj. Annyi van a halból, mint a fene. Inkább ó, és még semmi! LOL! Hát itt még kőhalat fognom, gyerekek. Na jó, akkor nyomás a tenger! Re? Na. Degelj már meg, te! Szardínia! Jó, gyerekek, most már próbál. Na! Nem túl közel ahhoz a fához. Megvan. Csak én spirit. Nem tudom lecsapni. Szerintem jó lesz ez így. Halacska. Lol, itt egy izé rohadt kommunista csillag, ja, nem csak egy ilyen, hát ez ilyen kommunista tengeri csillag. Kommunista itt vannak tengeri. Ilyen kis izé halacskák, ezt is meg lehet kajálni. Gumihalacs, ja. Jó. Ó, van itt elég halacska. De én becéloztam a halat, és nem szúrja föl. De, ez az. Hú, már rájövök, itt olyan vadász leszek, gyerekek, hogy... És akkor egyből megeszi a halat, vagy csak beteszi? Nem, a... csak be egy inventory-ba teszi. Megvan, ez az! Hu-hu! Ja, ugyanaz a hang, mint Forestne, igen. Lol, és mindig lehet ilyes vagyok. Az szép. Hát igen, a halak egyébként nem töltik annyira a HP-dat, mint mondjuk a... Viszont könnyen lehet hozzájuk férni és egyebek, rákocska. De viszont a... érdekes, mert a rákocska se annyira jó ám. Érdekes. Régen lehet, hogy... Halljátok, én fűhasználtam minden fát itt a szigeten, és nem termelődik újra az gáz, amúgy. Majd fog. Az a baj, hogy a fákat nem lehet kiválni, pedig a pedig ez tök jó lenne, mert akkor lenne egy csomó nyersanyag, de hát... Mi a... Lóf, föl lehet mászni tényleg a fára, nem, most nem mászunk fel. Jó, hát ezt majd javítják persze, hogy ki lehessen van, csak hát elég gáz, hogy most... Az a dolog, most itt a házam, és vissza kell mennem a másik szigetre... fáér. Ez ilyen. Ez a játék lényege. Hát de nem, én nem lehet kivágni a vágat, nem igaz? Inkább csinálunk még ilyet. Figyelj, easy. Ilyen alapszakot. És a házam itt lehet csinálni, mert oké, hogy ott van, de mire jó? Abba fogod tartani a cuccaidat. Aha. Abban alszol, beteszed majd az ágyadat. Berakod az ágyat. Jó, most mentetek, nem játék közben.
Persze, menet közben lehet menteni. Oké, okay. Na elmentem, tényleg, mert az nem lehet tudni. Tényleg én is mentek már egyet, mert hogyha megint úgy járok, mint az előbb, mondjuk most már kikapcsoltam a Steam-et teljesen, tehát overlay le van. De hülye vagyok, hát... Ah! Igen, egy mentés lehet sajnos. Minek hozom a csónakot, amikor itt átok jönni erre a szigetre? És ott a sok nyersanyag, ó! Oh! Hát én hülye meg elmegyek oda kukutyimba. A-ból B-re át tudsz gyalogolni? Van egy olyan hely. Kemény. Itt van egy gyerekek, én... Ó, hát itt tele van fával. Na király, 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 királyság. Csak fél óra visszajönni, mi? Nem, itt van, közvetlenül a szigetem mellett, hallod? Olyan jó helyet találtam itt, hogy... Hát nekem még messze nincs kivágva az összes fa amúgy, és... És soha sokat tudok építeni még ezt. Basszus, nézzük. Oké, oké, igen. Csapjuk szét, csapjuk szét. Ennyi. Én meg kipakolok, mert annyi cucc van most már nálam. Hú, a csónakomat nehogy elvigye a víz. Az nagy ciki. De miért? És mi, hogyha nincsen csónakom, akkor úsztunk el, meg ez a cápa, vagy mi? Jön majd egy idő után cápa, igen, és az eléggé bosszantó tud lenni, hidd el. De mi, leadták a drótot a cápának, hogy te figyelj, itt van egy izé. Igen, pohári. Ez ilyen maffia itt rohadjon, mert itt leadják itt a szállat. Jó, a cápa maffia. Itt tudod, tudja ők beszélni, hogy ezek a hülye szardellák a besugók. Amúgy Tomó, szét lehet verni azt, amit megcsináltál. Én most vettem szét egy ilyen fendensen. De mivel? Baltával. Az... Ax. Jó, akkor már megyek is. De, várjál, de... Hogy is, mit akarok mondani? Szóval oda mész és itt szétvered? Oda mész így, tudod, vagy tizet bele kell ütni, és itt szétesik egyszer csak. De tudom. Nincs hangja, ugye? Nincs. Hát tipikus, hogy nincs hangja, tehát ezt megcsinálom. Gyerekek, vagy? Akkor legyen az, figyelj, de várjál, de utána az alapanyag megmarad, vagy elveszik? Nehogy. Elveszik. Na jó. 3, 4, 5. Aha! Köszi, király, jól nincs van. Mit? Nagyon jó. Jó, hát nekem egy kicsit ilyen felemás lett itt a cucc. Jó, figyelj gyerekek, verjük szét ez ide, nem kell nekünk. Ez ide most nem kell nekünk, minek? Valahol nem tudok építeni, miért nem tudok ide építeni? Verjük szét és akkor legyen szép egyszínű, mert most hogy néz ki, hogy ez így néz ki, meg ez is így néz ki. Pálmafa. Bármi a útban van, akkor nem tudsz. Az elem nekem se engedett, mondjuk. Too close to another. Na? Lecture, azt írja. De a foundation nem tudom szétverni, halld Ábel. De hogy vertett szét, papa? Legugoltam és csapkodom a földet. Nem kell legugolni. Én csak alfelé ütöttem és... Vagy afelé néztem, az kész. Ez komoly, mert én csapkodom, mert ideje ezt a cuccot, de nem akar meg. Aha! Aha! Jó, több idő kell, jó. Pam! 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ó, nem baj, gyerekek, én ráérek, én szétcsapok mindent. Egyébként Wilsont majd megkeresem, gyerekek, a filmből. Hú, de annak a filmek olyan gyönyörűek a zenéi, gyerekek, hogy én ezt néha meghallgatom, és összerándul a szívem. Ez komoly, hogy már belevertem 30-et abban a Foundation-be? Dögölj már meg! Lehet, hogy a Foundation nem lett szétkapni. De biztos, hogy nem a falat kaptad szét? Nem. Mivel nincs egy darab falam se, azért biztos... Hogy tudtam fémből falat építeni, ahogy van? Hallod, de nem hiszem, ezt létezik, hogy nem... De nem, de szét lehetett verni. Szét lehetett, én szét tudtam, akkor biztos tízét tudjátok. Na jó, én addig fogom itt csapkodni, ameddig szét nem esik. Hát jó, az akkor az most ilyen egyszínű lesz. De nem, ahogy ezt nem lehet szétverni, hát hogy néz ez itt ki, itt külön színű? Az hát. Nem baj, hogy össze-vissza színű, nálam is össze-vissza színű. Jó, elcseszelődtem. Aha. Jó, elromlott az izé baltán, na nem baj, van nálunk minden cuccos. C betű. És akkor csinálom magunknak egy axot. Oké, tök jó. Jó, kell nekünk kötél, és a kötélhez pedig lyukka kell. Mi az, hogy nem lehet? Ide se na jó, azt mondja, hogy C betű, axe, craftolunk, ide, fölvesszük, jó. Na, skacok, nem engedt, nem engedt, nem visszavállom. Mi szerint a házamat? Mi az?
Szerinted szét tudom venni? Most pont a közepén guggolok, lefele nézek. Én már fél házamat szétvertem elárulva. De nem veri szét! Jó, aztán még két szerintem nem lehet. Kipróbálom én is úgy szétkeverni egy falat. Nem, figyú, szerintem azt a foundation-t, ahogy rájöttem. Jó, biztos, jó. Melyiket? Ez jó. Amihez van téve fal, azt nem lehet szétverni. Ja, azt lehet. De várj, de hát előbb is ennél meg volt fal. Ja, de várjatok, szerintem az a baja, beakadtam, hogy nekem van egy bizonyos alap, egy alja, és egy teljesen más kinézetű fal rajta, aha, nem szerintem össze a falat kéne. Szerintem falat szét lehet venni foundation-t, nem, most de, ugye. De előbb szétvertem foundation-t. Ah, tényleg sikerült. Ezért én mondom, hogy ezt... Vagyok, ellalak a házat építeni, nem tudom. A kis mocsak nem adja magát. Én alaktalan házat építek. Hát, de most miért nem enged? Talán. Miért van az, hogy nem enged ide építeni? Igen, nekem is kérje too close and a dirt structure. Floor. Ez nem engedi, hát én ezt nem értem, pedig jó, olyan nekem szép volt. Jó, nekem én Lúj, de miért nem lehet építeni? Miért piros? Nem tudom, figyú, nálam is. Aha, azért mert, aha, tudom, mert kettő falnak kell tartania, különben piros lesz. Aha, én 20 évig voltam, amíg én... Építész, jó. Ja, akkor csináljuk. De basszus kulcs, elalakul. Ja, hogy kell blokk, hogy kell törölni a falat, hogy amit építeni akarok, kizé, nem tudod? Jó, jobb a gérgomba. Jó, jobb. Azt mondja, hogy akkor először kell nekünk fal. Mert különben... most azt nézem, hogy hol legyen a bejárata a háznak. Hát akkor ezt takarjuk el itt, nem? Vagy ez legyen itt a bejárat? Ne, takarjuk el ezt itt egy fallal. De... Azért. És akkor most lehetne flort, aha tök jó, csak kéne hozzá stick. Na jó, akkor nyomás állt a másik szigetre, itt meg az a baj, nem termelődött újra a fami. Hát nem, na mindegy. És kerázzunk át oda, a csónakunkat itt leparkoltuk középen. De milyen olyan fal nincs, már kettő hiányzik a szomjúságomból. Tényleg, inni mit lehet majd? Kókuszdió. Kókuszdióból. De azt hogy tudom? Mert az ott van, hogy... Jó, hogy... Mi, a fára is leesik? Nem. A kókuszdióért fel kell mászni. Aha. Vagy felnézel, megtalálod, és akkor tudod interaktolni. Aha, jó. Jó, és hogy mondod, mert lassan nekem is inni kéne, és nem akarom még na a palackot oké, használni. Akkor verjük szét itt a fákat. A palackból megyettem. És akkor gyerekek, most akkor az ott a lényeg, hogy most nekem lesz egy kis házam, és akkor... Még mit tudnék csinálni, amilyen otthonossá tenném. Például bent lehet tüzet gyújtani? Ágy. Lúl az is? Na, király gyerekek, jó van, hát mehet szórakozunk mi itt. Cselem. Na. Gyűjtünk jó sok fa alapanyagot. És... Gondoljátok, hogy lenne benne kók, összefognánk, és... mennyit tudnánk építeni gyerekek, ez valami hihetetlen lenne. Ezek lakóparkot tudnánk létrehozni. Azaz, hú de jó lenne, nem baj, hát majd... Skacok majd... Nekem amúgy ilyen driftwood fejlődik, termelődött kettő házam el. Nekem még nem termelődik. Tudom, hogy megteltem. Jó, oké, akkor nyomás vissza. Na nekem mindjárt egyébként megy le itt a nap. Hé, hey, esküszöm, hogy hármat vertem le. Jó, oké. A lyuk az visszatermelődik, az jó, a cápa az, ez milyen mélységű vízbőnkém itt van egy? Hát nem tudom, derékig él. A ráják is vannak. Szigeten. Ja. A rája eddig nem bánt. Nekem múltkor nem zabált meg a cápa, csak belökött a sziget közepére. Tényleg? Aha. Kicsit bagos nagyon. Aha, de mi nem lehet tenni falat gyerekek? Valami nem jó. Mi nem tudok tenni ide plafont? Izé? Kevés a fal. Azt mondja, to close to another, mit mond? Struktúr. Jó, de mi van közel? Milyen struktúra? Semmi hát, nincs. Csinál. Hát bagos még. Hát szórakozzunk már. Rettenetesen bagos. Ó, hogy Józsi. És akkor most másik floort akarok tenni? Mondjuk teszek egy ilyen simát, azt bírok? Azt se tudok, azt írja, hogy... Hát ezt nem hiszem el gyerekeket. Én így jártam az ház alappal, ja. Hát akkor, hát nem tudom, hát akkor de... én meg hozok fát, mert ez meg kevés. Na jó, skacok, azt mondom, hogy gyújtsunk tüzet. Figyú, házba lehet tüzet gyújtani? Hát este cseszhetem a halászat. Nem lehet, jó, nem lehet gyújtani. Házba nem lehet. Jó, letettük a cuccunkat, és már gyújtjuk is meg a tüzünket. És ezt meg sűrt... Nyers kutit pokennel. Maradjon. Na gyerekek, az a lényeg, hogy... na, hogy legyen? Hogy legyen? Nem csináltam. Én nem csináltam spert.
Nézzük meg, miket lehet csinálni. Izzy, ez a step, ez... Lépcső. Lépcső, igen, csak... Jó, hát nekem ez most nem kell. És ágyat hol lehet építeni? Ott van a másik cuccosban, nem tudom. Másik az, ahol cuccos. A baltán meg ilyenek vannak, ott van az ágy. Bed. Jó, hogy lejjebb, jó van! Áááá, de jó! De király! Jó, kell hozzá izé... kötél. Hát akkor ezt a lyukkát itt megcsonkítjuk. Megyek, kötél kell, most van három, ugye egy lyuk a kettőt ad. És akkor az a lényeg, hogy itt még találunk lyukkát. Mondjuk azt hiszem, a lyukkal az újra pont újra termeldik. Az a durva, hogy nekem jelző, hogy campfire. Holott már nincs itt a fa, vagy itt van? Nem tudom, itt megbotlok a fába. Mindegy, még bugos jelentek ezzel, ne törődjetek. Nagyon, de az már régóta benne van ez a bug sajnos. És nem nagyon foglalkoztak vele. Köcsög lyukkát hol lehet még? Most ne szorakozni, mert kivágtam itt az összes lyukkát. De egy idő után visszanő. Ja, csak az a baj, hogy nekem most kéne ilyen izé macag. Minden szigetem van. Át kell menni a másik szigetre, hát ha van. De amúgy sokkal egyszerűbb építkezni, mert régen például a tetőhöz kellett, ugye kivágtad a fájmakat, kellettek a levelek, meg mit tudom, ebből lehet a tetőt csinálni. Meg így összeköti magának már az igen, elmet. Meg akkor külön tartó léceket kellett hogy egyenként csinálni. Tényleg van a játékban, apám meg dagálja amúgy. Nem nagyon nincs. Figyeltem még, szerintem még nincs. Még nincs. Na jó, miért jöttem át? Ja igen, lyukkáért. Csak feltűnt volna. Meg ilyen sem volt régen, hogy egyik szigetre láttam, de a másikra gyalogát. Te lehet, hogy felejtett hát, fél órát ezek most ilyen szigetcsoportok. Előtte meg volt egy pici sziget, azt próbálkozzá összeszedni a dolgokat ilyen 100 000 kilométerről. Ja. Vagyok most messzebb vannak egymástól szerintem a szigetek. Szigetcsoportok. Hát a szigetcsoportok igen, de egy szigetcsoport, amivel elég közel van. Jó, van egy sztikkem, ha jó. Na, skacok, ott téged szépen a tüzünk. Na és akkor mit lehet még a házba? Ágyat és még? Ágyat, és majd a cuccokat, amit összeszedsz. Aha. Benne meg arra szól a játék, hogy mész A-ból B-be a szigetre. Szigetre, ja, ja. Szeded össze a cuccokat, ja. Megpróbálod összerakni a motorcsónakot, és kényelmesen így közlekedni. Onnantól gyorsabb lesz a dolog. Jó, na meg is érkeztem. És akkor csinálunk egy bedet. Mert ez bedesz. Aha, tök jó, csak nem lehet a házba bedet, de lehet, lehet, lehet. Hogyne lehet, hova tegyük a bedet? Sőt, kint megcsinálod, ezt behúzod. Be lehet vinni. Az a baj, hogy... itt jó. És akkor tudok aludni? Rányomok, hogy izé? Aha, este rányomsz a Steam, szevasz. De, és akkor ennyi? Ennyi, alszik reggel, fel de, kell és folytatod, akkor de nagyon éjesen kell mindig. Mi ez a bandázs? Ez micsoda? Elméletileg az meg ilyen később, kötszer, de még nem működik. Csinálni. Jó, most és mi működik. A fish trap, ugye az ilyen halcsapda, de azt... Nem működik. Nem működik? Nekem nem működött működik. Sajnos. Pedig vagy, nem is tudom, vagy egy hát jó igen, 10-15 mondom, napot túléltem. Nem sok potenciál van még a játékban, szép, tehát igazából... Hamar el lehet érni. Gyakrabban rájuk jöhetne, hogy csinálni kéne, tehát... Azért benne jó. Van az emberben. Igen. És kacok, én megpróbálok ilyen tetőt csinálni. Ritkán kapja el őket a programozási... Ha akármilyen tetőt akarok, ide egyiket se engedi. Még ezt a fémet, ugye, amit itt összeszedtem, ilyen szemetet. Az nem attól függött, bagos és nem... Szerintem... Ó, de akkor most hogy néz ez így ki, hogy nincs itt tetőnk, gyerekek? Hát itt beázik minden. Ritkán is közeső. 10 nap alatt egyszer láttam esőt. Az is az érkezés jó, után mit építsünk még gyerekek? Na jó, akkor figyelj, azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mennyire vagyunk. Aha, szomjasok, már 3 csík lement. Na jó, akkor most azt csinálom, hogy ugye, hogy fölmegyek, igen, fölmászok. És a kókuszdióba az, hogy meg is tudod enni. Aha. Igen, kétszer rácsapsz, hogy lejöjjön róla a zöld, és akkor már iható lesz. Iható? Ja. És na jó, azt a büdös rohadt életbe? És ketté csapod, és akkor már lehet. Ja. Hát, itt fogok fel a tetején, de... Érdemes levadászni őket, mert termelődnek. Bírok menni körbe a fán? Vagy leesek? Hát, nagyon óvatosan próbálkozhatsz. Az a baj, én nem látok itt kókuszdiót, inkább lejövök, inkább fölmászok a másikra, mert... Előbb nézd meg, hogy hova mész. Ne, előbb itt láttam ezen kókusz, de... A köcsög, holtó, nem látok semmit. Nem látom, hogy melyik felén van.
Hát ezt nem hiszem el, gyerekek. Lehet, ezzel muszáj megválni a nappal, viszont akkor legalább horgászunk. És hát akkor a halcsapda akkor nem működik, nem? Ja nem, át kell tudom fölmászni a fán. Na skacok, itt van egy ilyen izé, itt vannak ilyen burgonya cucc. A shiftet kell nyomni, óvatosan. Semmi más, csak a shiftet és nagyon picikét előre. Akkor kapaszkodik, a shift a kapaszkodás. Ha, nem mindegyik fán van egyébként kókusz. Aha. Potato plant, most őszi... Aha, összetöltem a lábamat. Aha, van izé is, steel, aha, jó. Közben nézem a vizet, bocsi, hogyha nagyon bámulom, csak... Itt van ez a hajó roncsok, szoktak lenni roncsok. A két cucc között. Ez is megtelt. Na jó, sokat csak akkor legyen az, legyen az, legyen az, legyen az, legyen az, legyen az, jó. Ez most az új parkolóhely. Legyen az, hogy... Hát sajnos is inni nem tudok, de enni. Hagyjuk elő a láncsát. Aha, tök... Ah, itt van. Hú, keressünk itt halacskákat. Ah, ott, miért ott, ott, nem? Na, beittunk belőle. Megvan, jó, gyerekeket. Megálljuk. Na, szedd már le a halat a... De megvan telve az inventorim is, nem szedi le. Miket dobjak el? Köveket. Q betű? Igen. Igen. De amúgy miért nem szed kókusz? Sokkal de nem pedig. Hiszem el, miért nem engedi? Kókuszból meg nem látom a kókuszt, hogy hol van ábel a fám, mert olyan sötét van, nem látom. Jó, de hát én is sötétben mentem fel értelem. Hát gyerekek, ez valami iszonyat bugos izéke lett, nem tudom, hogy mi van vele. Lehet, pont azt néztem, amin nincs. Lehet, igen. Én is ezt akartam volna egyszerűen. Na, és kacok, és akkor rákot, azt hol lehet fogni? Rákot? Hát az part környékére kijönnek. És a rákot hol a rákba lehet fogni? Jó, megtelt még az inventorim. Na hát akkor együnk halat, hol vagyunk? Tabalunk egyet, négy halunk. Nem tudom, én mióta új a játék, én azóta még nem láttam benne rákot. Az a poén, simán felépítettem múltkor a házamat, tök ugyanígy néz ki, amit elkezdtem csinálni, és nem működik a tetőrendszer. Nem engedi a tetőt. Ja, nem értem. Pedig ugyanígy néz ki. Volt ugyanígy. Na jó, az új update-tel rontották ki egyébként. Tudti, hogy az új update, vagy lehet, hogy a frissítés, mert ugyebár az még nekem előbb készült. Jó, mentünk egyet azért még, igen. Mert itt semmelyikre nem engedi ráépíteni. Na jó, hát gyerekek, építettünk egy háznak nem mondható valamit. Amiben van egy ágy. Na jó, és ha most izé, és ha most alszok, akkor reggel lesz, mikor fölkelek? Igen, ha éjszaka alszol, akkor reggel kelsz. Ah, próbáljuk már ki. Ki akarom próbálni. Nem aludtál még éjszakáról reggelig? Nem. De jó! Hát ez több király, gyerekek. Na, oké. Nézzük azokat a rohadt kókuszgolyókat, mert... Kókuszgolyó, oké. Szóval... Kókuszdiókat. Ah, ott van, ott van, ott egy, de ott van, oké. Fölmegyek és akkor csak simán lecsapom. Aha. Vizeles, ja, kettél. Megvan! Működik a jó van ám! Ne, na jó van ám, ne mennek a minden... Gyerekek, tudtam rakni egy olyat, hogy a foundation fölötte egy, hogy hívják, egy tető. Semmivel. De abona meg nem engedte ugyanezt. Ez beszarás ez a kicsi. Halljátok, a kókusz halfból lehet inni, ugye? Halfból lehet inni, nem? Azt enni lehet. Úgy van, hogy a kókuszt leszeded, ugye kettő ütésből leszeded a külső zöld részét, utána kettőt még belőtsz, és akkor ihatóvá válik. Na ne cseszkij, meg kell hagyni. Igen. Ne cseszkij, meg itt hadd, mindjárt megdöglök. Mindjárt le van. Hú, basszus, muszáj a kókuszért. Ha innom kell, akkor ott van az a kis üvegecske, az de ebből csak egy van. És itt meg. Ha fontos, ihat akkor így ad meg, vagy pótolod kókuszdióból. Aha. Hát én a félházam köré én sem fogok tudni tetőt építeni, szerintem ezzel várnunk kell majd egy update-et. Jó. Gyerekek. Hát ezt most elég elrontottam, mert igazából most ehető kókuszdiót. Nem lehet rendes tetőt építeni. Aha, ott van kókusz. Aha, ott van-e? Érdekes, mert Emit nem engedte. Emit nem engedte, ott meg a semmiben áll egy tető. Na Ábel, most levertem róla a külső borítást, akkor most már iható, vagy még rá kell csapni kettőt? Még egyet csapjál rá, úgyhogy azt írja ki a drinkable, mert ilyenkor kiírja, hogy micsoda. A drinkable, király, kösz, na! Nice! Három tető van a házam fölött, ami nem is tudom megszámolni hány elemből el, és... Na, mi ez a bug?
Itt ír, hogy campfire, de már nincs itt a campfire. Jó, minden jó, bug. Jó, gyerekek, az a baj, hogy ez a játék itt annyira bugos még, hogy ez ja, hát nézd meg, itt van, tök jó, meg lehet nézni, hogy annyira lehet tenni tetszik tetőt, meg gyerekek, minden, kiégek. És nem. Halljátok, most tudok tenni tetőt, kiégek. Na, de jó neked. Na. De jó neked. Ezt megcsinálhatnák igazán. Hol láttunk még egy csomó fáj, gyerekek, itt kint? Király, királyság! Hozok még lyukkát, mert akkor na jó, ezt a videót megcsinálok, utána kilépek és a... izének fogom hallgatni a zenét. Számi kivetetnek, én már eldöntöttem. Potato plant, az a jó! Ja, megvan a potato. Na jó. Az a jó, na jó. Izé, és akkor ahogyha mondjuk van valamilyen cuccok, akkor ezt le tudom dobni a házba, és akkor ez így ott marad? Ott marad. Ahova ledobod, tök jó, mert nekünk az inventory-ba foglalják a helyeket. Rohadjanak meg majd. Húbása, úgyse jó a ház. Hát, tároló a ház. Semmi. Ne szórakozz, hogy megtered az inventory-n, mert rögtön... Basszus. Hát kavicsokat eldobom, azt nem kül nekem. Iható kókusz kell, kell, kell. Aha. Potato chip! Hát én tényleg behalok ennek. Miért nem működik? Ide nem működik, itt, itt kék. Ennyi. Úgyhogy mondom, skacok, szerintem ebből a játékból nem tudom mennyi részt várható. Én azt mondom, mit tudom, egy olyan 5-5 rész, de akkor mondjuk 5-5-5 egy órás, nem tudom. Meglátjuk majd. Ez kicsit lehet, hogy több lesz majd, mit tudom én. Jó lenne a közben, vagy az update-ek megszaladhatnának. De van jó az a játék, igen, jól lehet menteni, és akkor majd skacok, elmegyünk a többi szigetre, és most igazából próbálok a játékkal ismerkedni, mit hogy kell, meg is aztán, majd lesz a rész, hogy, hogy akkor csak így utazgatni fogok a szigetek között. Mit tudom én, de most először szétmét meg akarom építeni a házikómat. Ha már egyszer. De most meg miért nem engedi, de hát előbb engedte. Ó. Ezt mondom, hogy nagyon bágos. Hát de legalább visszaadná az építőanyagot, mert azért elég sokat szórtam el ide. Hát igen. És ennyi, ő nem tudok semmit csinálni, mert neki nem jó. Lehet az a baj, hogy egyforma falakat raktam? Nem. Nem, biztos, nem, hogy nem, nem, valamit nem. Nem, nekem össze-vissza van. Hallod, valamit? Várj egy kicsit. Mondd, hogy rájöttél? Nem. Nem jöttem rá. Nem, amúgy, hogy van floor? Nem, ez itt most a killing floor. Jó, ajtót ugye nem lehet tizi, ugye? Tehát az nincs. Nem. Lépcső nekünk nem kell, fandis, nem kell, az nem kell. Hammert lehet még cuccolni, nézem, itt van. Knife-ot, olól azt is lehet, kést is lehet, gyerekek. Izzy, van ez a campfire spit. Ez mire jó? Az tök jó dolog. Az azt hiszem az, amelyik... Amelyiknél feltűzöd a húst rá. Fel lehet tűzni a húst az egyiknek. LOL! LOL, ilyen... Na jó, ezeket inkább itt dobom le, mert... Ezeket inkább ide. És az ilyen, aha, ezeket mondja ide bent, nem? Vagy nem? Nézzük. Jó, az itt elfér, de azt mondja, hogy könnyű. Mi csinálja a játék, hogy fölmászok a pálmára, és hogy tudok onnan visszamászni? Ugyanúgy a shiftet nyomod és a lefelé. Potátót, azt csak így el lehet ide dobni a házba, ne szórakozz, mert kiégek, lol. És egymásra dobtam a három krumpit, hagyjad már! Jó, oké, gyerekek, itt van 4 darab stickünk. Baltánk is van. Ezt is megeszem most már. Jó, és kacok, szerintem lesz itt ma, aha, csak az a baj, pont itt volt a campfire-öm, és... Na várjál, most kíváncsiok, ezt most lehet, hogy hülye vagyok, de... Hol így a campfire? Aha, jó. És kacok, bugzódik a tábort, és az a tűz, mert hiába ég el a fa, akkor is ígni fogja, hogy campfire, és egyszerűen beleakadsz, pedig láthatatlan. Mm-hmm. Szóval... Igen. Én ha fogok tenni tábort, ezért akkor tényleg csak olyan területet teszem, mondjuk nem ide mondjuk, nem ide közel, az ajtó mellé. Most az a lényeg, gyerekek, hogy engem nagyon zavar, hogy nem lehet tetőt csinálni, úgyhogy én nem csak megoldom ezt majd itt valahogy. Vagy szétvered? Hát majd nem, engedi majd, mert előbb nem engedte. Aztán most engedte itt, hogy lehessen ilyen cuccokat csinálni. Na jó, nézzük meg, hogy mennyire vagyunk ilyesek. Jó, izi krumplit, azt lehet így magába enni, vagy nem? Az enyém mindig hányni fogsz tőle? Lól, tényleg? Kettőt akkor megeszel halat. És összehányja magát. Tele vagyunk hallal, gyerekek. Túl közel, túl közel, mi ez? Ajj, 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 ajj!
Állj meg! Én kókuszzabálok. Na ez bezzeg engedted volna, érted? Majdnem, hogy a levegőben állnak nálam a cuccok, de nem. Add már meg magad szardínia, itt olyan izé... Olyan harcos szardíniák vannak, hogy hihetetlen. Add már ide, az az! Gyerekek, hát hihetetlen! Na jó, építsünk falat. Szegény számkivetett. Na, gyere vissza! De. Van számkivetett, akkor van számbevetett is? Igen. Okay. Of course. Izzi, hogy lehet az, hogy semmi ne legyen nálam? Eldobálod. Nem, tető. Bal. Na jó. Azért, építsünk egy falat, falat. Azért gondoltam, hogy csak... S nagyba... Hogy... Én képet lehetne akkor, mit tudom én... Jó. Na gyerekek, van egy csomó halunk. Én azon azt mondom, halunk van. Még ezünk. Még. Nem tudom ez milyen óra, de én óra nekem is kell, hogy mérje, hogy mennyire vagyok éhes. Király. Miért neked az óra miért kell? Kell? Na jó. Hát ez tök király, tehát mérj itt a púzosomat is, meg mit tudom én, mikor kell vécére menni, meg azt is, hogy tud is sípol, hogy akkor kírom kell. Na jó, én kókuszt egyébként, aha, itt van, azt mondja, hogy ha itt jelzi nekem, halat ott van. Kiütni, hogyha... Kukliba leütöm. LOL! Leütöttem kukliba azért, fókuszt. Nem tudok egyszerűen tetőt építeni, semmit, jó, sehova. Én igazából eltettem magamhoz. Azért. Ha játok azért, el lehet tenni a kókuszt. Azért ilyen... Kókuszdiót el lehet tenni? Aha. Ne. Attól a drinkable is. Ja, ez a rohadt campfire, de ez nem orosz hely van egyébként. Na, a lyukám már nő. Még jó, hogy nem férfi. Csináltam ilyen szobát. Jó, hát én 6x6-osat csináltam, ne őrítsél meg. Nem, egyébként... össze-vissza el lett cseszve, de így is jó lett. Egyébként csak azok annyit lehet, nem? Oj, a rohadt tábor tűz, de minden szerintem az lesz majd, gyerekek. Hogy fogom magam és átfogok majd, szerintem lehet költözni arra a szigetre. Most itt már nem tudom, hogy építek egy normális házat. Az nem a szigettől fog függni, ez a baj. Nem az, csak hogy ezt elrontottam már, tudod, ez már itt lehet, hogy nem egészen. Most nézzük a floort, lehet építeni? Nem jó, megint hát hihetetlen. Várjál? Az a baj, hogy bugolt, tehát nálam semmi probléma nem volt az első mentésnél, most meg kibukott. De ezt, hogy ide beakadok, ez GG. Ja. Na majd hamarosan talán megcsinálják, ha nem, akkor meg így jártunk. Na jó, Ábel itt van egy hajóroncs. Akkor csak kommunista csillagát. És ebbe hogy tudok bemenni? Vagy mibe? Hát itt egy hajóroncs, de nem tudok... Rá hogy? Kell ugrálni. Meg van egy ajtója, azt ki lehet nézni. LOL! Na itt van valami konzol. Örömmi van még. Az a helyzet, hogy nem is lenne olyan rossz ez a ház, hogyha tudnék falat építeni. Én falat tudok, tetőt nem. A falat, ja igen, tetőt. Jó, még van helyünk. Hoppá, fizét találtam, benzintankot. Igen, az nekem is van. Fuel tank, király. Még találtam evezőt, izi. Még egy evező. Egy bőven elég. Most csak akkor gáz, hogy elhagyod. Találtam bandást is. Nem tudod használni nem jelenleg. Szegény Tomot, hogy elkeserítjük folyamatosan. Azt jó. Találtam! Nem. Nem jó, nem jó, ez semmi nem jó. Ó, találtam gyerekek flert. A rohadt inventory meg megtelt. Nem használódik el a flert. Na egész jól kihasználtam itt a belső területeket, amiket létrehoztam itt a házba. Vagy itt egy spice. Itt a nappalim, itt a hálószoba. A tökéletes, csak már csak tető kéne felé. Van egy jó tágas teraszom. Amit nem... Potátó! Nem csak sikerült. Na jó, most kacok, szerintem már meghaladtuk az egy órát.
Ennyi lett volna a Stranded Deep, a szám kivetett első része, szerintem mentsetek egyet, én is mentettem egyet, oké. Okay. És kacók, innen folytatjuk, lesz itt még mindenféle izgalmas dolog ebben a játékban, el fogok menni nagyon távoli szigetekre, lootolgatni, aztán gondolkodom, hogy átköltözök oda, meg hát igazából túlélünk lehet, ebben hogy a játékban. Lehet, tudunk csinálni. Hát lehet, hogy tetőt, igen, szóval én nem tudom, és azon gondolkodom, hogy egy hatalmas luxusvilát fogok itt majd építeni az egyik szigetem, és hozom magammal Wilson is. Na jó, gyerekek, köszönjük szépen a figyelmet, ennyi lett volna az első rész. Jövő héten, vagy azután héten nem tudom, de minden hamarabb majd próbáljuk fölvenni a második részt, és akkor nektek ezt prezentálni. Szóval innen búcsúzunk a szigetekről, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!